wokban sőt hátszín szecsuáni borssal. Először elkészítjük a marhahúst. A hátszínt vékony csíkokra vágjuk. Hozzáadunk 2-3 evőkanál szezámolajat, és ugyanennyi szójaszószt. Egy evőkanálnyi egész szecsuáni borsot mozsárba szórunk, és finomra öröljük, majd ezt is a hátszínhez adjuk. Végül kevés frissen tört borsot is szórunk rá, összeforgatjuk és félretesszük. Előkészítjük a zöldségeket is a wokban sütéshez. Egy darab gyömbért megpucolunk, szeletekre, majd vékony csíkokra vágjuk. Egy szál ázsiai citromfüvet vékony karikákra vágunk. 3 gerezd fokhagymát vékonyan felszeletelünk, majd ugyanezt tesszük egy fej salattahagymával, végül pedig egy piros és egy zöld csili paprikával is. Egy sárgarépát megpucolunk, és a zöldséghámozóval vékony szeleteket vágunk belőle. A tűzhelyen elkezdünk forróra hevíteni egy voksütőt. Amikor tűzforró, beleöntünk 2 evőkanál szezámmagolajat, és rádobunk egy maréknyi sinei gombát. Egy perc intenzív pirítás után hozzáadjuk a gyömbért, a fokhagymát és a citromfüvet, és tovább pirítjuk. Újabb 1 perc után a salottahagymát és a chili paprikát is az illatos alaphoz adjuk. Utolsónak a vékonyra szelt sárgarépa következik, végül egy utolsó alapos átforgatás után az összes zöldséget félretesszük egy tálba. További 2 evőkanálnyi szezámolajat öntünk a wokba, beledobjuk a bepácolt hátszínt, és intenzíven pirítani kezdjük. 2 perc után visszatesszük a zöldségeket is a wokba, és összeforgatjuk a hússal. Ezzel egy időben forró vízbe dobunk 2 adag rizstésztát, és 2 percig főzzük, lecsepegtetjük, és a zöldséges húsos alaphoz adjuk. Meglacsoljuk 2 evőkanál szójaszószal, ugyanennyi szezámolajjal, és az egészet alaposan átforgatjuk. Gyorsan tányérba szedjük, meghintjük frissen vágott korianderrel, és már szervírozzuk is.